ezeket is meglepő, hiszen pont a napokban igazolta le az önök koalíciós partnere, az egykori MSZMP tag Szili Katalint. De akkor nézzük, hogy ön kikkel fogott össze, és kiket helyezett közhatalmi pozícióba Magyarország miniszterelnökeként. Pintér Sándor, belügyminiszter, egykori MSZMP tag, kommunista. Stumpf István, kormánybiztos, egykori MSZMP tag, kommunista. Fónagy János államtitkár úr, egykori MSZMP tag, kommunista. Tálai András, egykori MSZMP tag, államtitkár, kommunista. Matolcsi György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, egykori MSZMP tag, kommunista. Hogy lehetnek ezek az emberek 2023-ban Magyarországon közhatalmi pozícióba? Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Kérem, őrizzük meg nyugalmánkat, viszontválasz illeti meg